Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, tudom, kicsit extrém a cím, hogyan játszunk Szarina, na mondj már meg, mondjad nekem, hogyan játszunk Szarina, hát ezért már tudom, hogyan játszunk Szarina, na, ezek voltak a Warframe-isták. Szóval, a napokban egy páran kértétek tőlem, hogy modolom a Szarint, vagy hogy hogyan kellene most a Szarinnal így viselkedni a pályán, hogy nagyjából kihozzuk a régi fényében tündöklő Szarint, mert ugye megváltozott a Szarint, tény és tény, és sokan nagyon szeretik, illetve mondjuk, hogy sokan szeretik, sokan most pedig nagyon utálják, mert nem a régi szerint, mert nem az, ami volt. És az új játékosok meg már az új szerint fogják megismerni, és azt gondolom, hogy nagyon szeretni fogják ezt az új szerint, az új játékosok. A régi játékosok pedig egy kicsit egy morognak fölötte, hogy miért nem az a szarint, mert az annyira kényelmes volt, és tudom, igen, azért szerettük a szarint, mert rohadtul kényelmes volt, és egy ultival letarolt egy pályát, és tetőjó melle van, és segge, és ennyi, ezért szerettük a szarint. Most viszont a szarint egy kicsit jobban meg kell mozgatni, mondjuk úgy, mert a kislány már nem éri be csak azzal, amink van, ezért kicsit többet kell beleadni az akcióba nekünk is, hogy érezze a törődés, és teljességével ki tudjon teljesedni a kezünk munkája alatt. Na, mit csinálok én a szarinnal általában, és gyorsan így rátérek a technikára. Mi a francról beszélek én már ebben a videóban. Szóval gyorsan rátérek a technikára, hogy konkrétan mit szoktam csinálni a pályán, aztán elmagyarázom, hogy miért, és a végén láthattok egy modolást, hogy miért és hogyan, és ott is egy nagyobb összefüggést nyer a dolog. Szarint 10-ből 9-szer viszem defense akciókra. Nem nagyon szeretem vinni solo survivalre, mert nincs értelme, mert van 15 másik karakter, amelyik jobb solo survivalre, mint a Szalin. Szóval szarint én csapatmunkára szeretem használni, akkor is meghúzódva egy kicsit a háttérből, és mit csinálok? Zabálom az ellenfél életét vele. Attól függetlenül a szarin egy elképesztően hatékony damage-es. Azt meg kell hagyni. De most arról kicsit később a modolásban, most pedig jöjjön a technika. Mit szoktam csinálni szarinnal? Megfogom és lehozok egy képmást, tehát kettes képesség. Kettes képesség már önmagában sebez. A kettes képességgel rászórom az egyes képességet, ami már önmagában sebez. Az egyes képességet szétlövöm, és akkor szétszórja a spóráit egy hatalmas range-en, az a hatalmas range, ez tényleg hatalmas range, és elkezd is sebezni, zabálni az ellenfél életét. A gyengébb ellenfelek, mondom ezt egy olyan 20-25-ös szintig, a gyengébb ellenfelek a kettes egyes képesség kombinációjába és folyamatos használatával már belehalnak. Az erősebb ellenfelek, mondom ezt ilyen 40-es szintek környék, akik már képesek közelebb érni ahhoz a megvédeni való valamihez, vagy hozzád, amelyek képesek közelebb odaérni, már olyan kevés az életük, hogy elzúzol egy ultit, és szabályszerűen kihal a félpálya. Szóval ez a szarin, ez a kombinációja, amiről úgy gondolom, hogy érdemes használni és érdemes csinálni. A kettes-egyes kombinációja nagyon fontos, mert kiteszi a damage-ének a felét. Na most, ha némi idő is bele van rakva a szarimba, mert idő és damage alapú a sebzése, mondjuk így, tehát minél több időd van, annál hosszabb ideig fogsz tudni damage-elni magyarul. De egy 100%-os időn tartva a szarint, vagy egy picit alámenve, már akkor is olyan sok damage-et tudsz kiosztani az ellenfelekre, hogy ez elképesztő. A szarint tényleg nagyon durván jó defense karakter, vagy damage buffer, vagy egyszerűen bármi, ami olyan szinten tudja támogatni a csapatot, hogy tényleg iszonyatosan sokáig benn lehet lenni bármilyen Survivoron. Főleg, hogyha van valaki, aki megvédi, én speciál a buildemben nem használok semmilyen élet erősítő modokat, szóval kell körém egy Frost gömb, vagy egy Trinity, aki folyamatosan ad egy blessinget, vagy valami, de tökéletesen lehet vele zúzni, ami látszik gondolom a videóból is, így az ember elsüt egy ultit, és már vége a partinak gyakorlatilag. Szóval ez lenne a szarinnak a módszere, a technikája, ettől lesz boldog a kislány, és úgy érzi, hogy végül kielégül. És hát jó,
Nagyjából ennyi, tehát kettes képesség, rázúzod az egyes képességet, szétlövöd az egyes képességet, és hogyha még, ha még nem haltok bele, akkor ezt megismétled még egyszer, de ha még akkor se haltok bele, tehát már a 40-45-ös szint környékén járnak, akkor kettes képesség, rá az egyes, szétlövöd az egyes, vársz egy kicsit, mire odaérnek hozzád, elsütöd az útid, és belehaltak. Ennyi. Ennyi a szarinnak a nagy technikája manapság, és őszinte leszek veletek, ez a szarin 100-szor jobb, mint a régi szarin volt. Hosszabb ideig benne lehet lenni vele bármilyen defense-en, több damage-et tud kiosztani, mint a régi szarin bármikor is tudott kiosztani, és lehet, hogy már nem olyan kényelmes vele játszani, lehet, hogy nem hoz le 20-25 kört egyedül a szarin, de le tud hozni másik 50 kört, amikor a többieknek a fegyvere csődöt mond, a szarinnak a segítsége lesz az, ami segíti a fegyvereket ahhoz, hogy működjenek, segíti azt az S ultit ahhoz, hogy még mindig öljön, és emiatt elengedhetetlen, úgy gondolom, a szarin manapság, például egy defense-en, de akkor most jöjjön a modolása. Modolás tekintetében fogtok látni két szarint, a simát és a prime-ot. Ő az egyetlen karakter, amiben megtartottam mind a kettőt. Egyrészt azért, mert a sima szarénban egy másik fókusz lencsém van, és mind a kettőt használom emiatt. De amit látni fogtok modolás, az lesz egy Zenorik iskolára alapozott Trinity nélküli, tehát nem szükséges, hogy Trinity legyen a squadba című módolás, és még így is kifejezetten nagyon-nagyon hatékony, még a szarinac hatékony, mindenhol van nagyon erős. Egy ilyen Survivor féleség, de értem, hogy ezt nem kell nagyon komolyan venni, mert a szarin az utolsó, akit elviszek egy ilyen nagyon hosszú Survivorre, max. Egy ilyen 40 perc, egy óra környékéig, max. Tovább amúgy sem nagyon bírná, azt hiszem, akárhogy modolja az ember. És egy Trinity-vel való kis módolást, ami természetesen még több erőre alapoz, ugyanolyan hatókörben, és még hatékonyabban bontja le az ellenfeleket, hogyha van körülötte egy Trinity. Na most, hogyan működnek még egyszer, ugye a szarénak a képességei, hogyha ránézünk, ami szóval annyira durva, hogy még a übergyilkos est is leelőzi egy idő után damage-ben. Az elején mindenképp, a közepén valahol a játéknak est beéri, és de a vége felé mindenkit ledarál a szarin. Leelőzött mindenkit. Nemrégiben jártam egy defense-en a srácokkal, a Rokin Derelict, ember volt ott, és én voltam szarinnal, és a végére, amikor kijöttünk, ez 45 V volt, az ember ölt 2000-et, a szarin az megölt 3000-et, és az ember nyitott jobban, tehát nagyon durván beér mindenki, de mincsel is le is hagy mindenki. Szóval, hogy működnek a képességek? Még egyszer, a spórák, ugye az első képesség, 24-et sebez jelen esetben, modolással minden együtt, 24-et sebez másodpercenként, ugye? És amit egy 141 méteres körben hatékony, gyakorlatilag, de viszont 37 méteres körben szórja szét a spórákat, de azok 141 méteres körben hatékonyak. Tehát azt kell mondjam, egy teljes mértékű pályát lefedsz, azt kell mondjam. Tehát 3 méterre tőled van egy ellenfél, rá tudsz szórni a spórát. Szétlövöd a spórát, 31 méteren szétterjed, de viszont de 140 méteren tud sebzést okozni. Ne kérdezzétek, de így működik. Ez a sebzés ugye 24 másodpercenként. Na most, erre a kettes rámegy, ami 484-et sebez már egy egyszeri elsütéssel. Tehát elkapcsolod a kettest, és utána szétlövöd, vagy szétultizod, vagy megvárod, amíg lejár, vagy egyszerűen egy új kettes csinálsz a régi kettes helyére, és akkor sebez 485-öt. Ami ugye 23 méteren hatékony. Szóval ez azt jelenti, hogy már az eleve lesebzett ellenfél beér a 23 méteres körbe, és akkor elsütöd ezt a kettest, 23 méter elég nagy a Warframe világába, és akkor mondjuk a régi kettes helyett egy új kettest csinálsz, akkor az ellenfelek abban már tuti belehalnak. 484 damage a már lefelezett életükre, amire oda sétálnak, az halál. Ezért mondtam, hogy a kettő kombinálása 20. körig elég ahhoz, hogy lezúzza az ellenfeleket.
Na most a hármas képesség ugye az csak toxikus damage-et ad a karnak. A négyes képesség az a ráadás bónusz, amikor már az ellenfelek már annyira erősek, hogy ezt a kettő, az első és a másik képességnek a kombinációját kibírják, és beérnek a 35 méteres körbe, csak egyszer elsütöd, annak hatására felrobban a ketteset, felrobban az egyesed vele együtt, és felépül az összes damage együtt, és ilyen 2000 körüli damage-eket fogsz látni kiírni, jelen esetben 2 másodpercig, tehát majdnem 3 másodpercig, 2000-es sebezel másodpercenként, elképesztően durva. Szóval lebontja az ellenfeleket, mint a szart, erre azt akarom kifejezni. Na, így, ezért van az, hogy én kombinálom 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, ha már túl közel van egy ulti, paf, ki vannak nyírva, ennyi. Nagyjából így működik, de ezért is szoktam azt is csinálni, hogy csinálok egy kettes, rászorom az egyest, szétlövöm az egyest, elultizok, szétrobban a kettes, dupla, dupla, dupla damage-re. Minden damage, damage, damage. Jöjjön a sima szarinak a modolás, akinek a sima szarin van meg a prime helyet, annak érdemes egy három formát belerakni, és kimodolni egy ilyen Zenuruk féle iskola, nem nagyon szükséges Trinity című történetre, és ugyanúgy nagyon durva damage-et tudsz elérni. Így néz ki, nem muszáj a Prime-et, és a Prime Continuity, akkor elég csak kettő forma, és ezt lehet belőle kihozni. 67%-os idő bőven elég ahhoz, hogy lerakják kettes, szétlőjed, szétrobbansz, tehát ez megfelelően hosszú idő, nem kell 100% vagy a fölötti idő. Nos, ez így néz ki. Térjünk rá gyorsan a... Ja, bocsánat, térjünk rá gyorsan a Sarin Prime-ra. Viszont a Sarin Prime-ba úgy gondolom, hogy a legjobb modolást ki lehessen hozni belőle, az egyik legjobbat, akkor legalább egy-két forma, de mindenki úgy modolja és úgy formázza, ahogy neki tetszik, nekem ez így tetszett. Átformáztam Energy Siphonra, Rejuvenation-ről az aura módját, úgyhogy folyamatosan nyerek energiát, zenorikus iskolával vagyok, úgyhogy mindig-mindig lesz energiám, Primate Flow, Primate Continuity. Szóval sokkal, kicsivel több erő, hatalmas range, több effektivitás, 90%-os idő. Ez egy zenorik iskola, Trinity nélküli bírt, tehát a szerint, ahol kibírja Trinity nélkül is, ne legyen rá szükség, és megfelelően sok damage-et fog tudni csinálni. Mondom, a két bírt hasonló, semmi nagyon extra, de mégis a Sarin Prime-ot több mindent ki lehet belőle hozni. Azt kell, hogy mondjam. Jöjjön ugye a szólósabb build, mondjuk így, ez semmi extra, némi effektivitás, 100% idő, némi erő, a hármas képesség inkább a kardozás alapoz, és szükség esetén a kettes képességére, mert hogy benne van a Regenerative Malt nevű Augment mód, ami ugye azt csinálja, hogyha a kettes lerakod, akkor 10 másodpercen keresztül 50 életet fog neked tölteni. Na most ugye az egyetlen probléma az ott, hogyha a kettes lerakod egy óra környéki survivor, azonnal szétlövik. Szóval ez már nem generál semmi életet, csak otthon dísznek, de legalább sebzi az ellenfeleket. Ezért a Sarin inkább az, aki a háttérben meghúzod, a dibuffolja az ellenfelet, semmint, hogy elmegy egy solo survivorre, szóval ez lenne egy ilyen survivoros ebből annak, aki Sarin imádatba esett, és csak azzal játszik. Ez pedig Trinity. Ez kell egy Trinity, mert az effektivitás csak 100, és mind, tehát lehet, hogy bennem a Primet Flow, de kurva sokat eszik a Sarin, mert folyamatosan kell használni a képességeit, és kell hozzá egy Trinity, de ha van egy Trinity, 184-es damage-el nagyon durva adatokat ír ki a játék, tehát 3,23 másodpercen keresztül az ulti a 644-es sebez, tehát 3x644, erre még rájön a 736-os 2-es, plusz a 36 per másodpercenkénti 1-es, ez a build, ha van melletted egy Trinity, ez ledorálja a pályát, akármit, akárki, akármit mond, tehát azt már csak onnan is, mert tudom, hogy általánosan ezt a buildet használom, és ez is ledarálja a pályát, szóval nagyon durva, azt kell mondjam a kislány. Ennyi lett volna a nagy titok Sarin körül, most már boldogan lehet vele játszadozni, és hát reméljük, hogy tanultunk valami újat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!